Igen, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, úgy gondolom, hogy a védekezésünkkel nagyon agresszívan le tudtuk támadni őket, és ezzel meg is tudtuk zavarni őket, szereztünk labdákat, meg nem tudták olyan könnyen áthozni a labdát az ő térfelükre. Szóval nagyon jól kezdtük a mérkőzést, de azt tudtuk, hogy az Allegher Szeged nem egy olyan csapat, hogy akik könnyen feladják, ezt bizonyították a Miskolc ellen is. Szóval, és ezt meg is mutatták nálunk a második negyedben, hogy nem adják könnyen azért magukat, vissza is jöttek elég szépen a meccsbe. Én úgy gondolom, hogy ez talán nem volt olyan rossz nekünk, hogy nem úgy jöttünk ki a harmadik negyedre, hogy 15-20 pontos előnnyel, hanem 4 pontos előnnyel. Szerintem ez jó volt, mert így tovább tudtunk ritmusban maradni, és keményen tudtuk folytatni a mérkőzést. És nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy tényleg nagyon jó meccs volt, nagyon élveztem végig, igazi csapatmunka volt szerintem, nagyon jól védekeztünk, és én nagyon örülök, hogy sikerült nyerni az első mérkőzésen, de tudjuk, hogy nincs vége, mert még lesz meg kell nyerni még egy meccset, és az Allegher Szegeden ugye idén egyszer kikaptunk már, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég nehéz mérkőzés lesz, de szerintem, ha ilyen elszántsággal így megyünk nekik ott is, akkor nagyon remélem, hogy sikerült megverni őket ott is. Szuper volt.